Tehát nyugdíjhelyzet, ez van a fő témánk. Szerintem önök közül sokan úgy vannak vele, mint én. Nem merünk belegondolni, hogy mi lesz, ha megérjük a nyugdíjkorhatárt. Én még a gondolatot is el szoktam hesegetni, ugyanis fogalmam sincsen. Mai értéken számítva pár tízezer forintból nem lehet megélni, ahogy az egyik riportalanyunk fogalmaz a következő filmben, éhen halni pontsok. És majd az év végén, hogyha úgy vannak a számok, akkor emelek meg. Nem csak bérunió, hanem adott esetben nyugdíjuniót is. Az alacsonyabb nyugdíjakat nagyobb arányban kellene emelni. Be fogjuk vezetni ismét a 13. havi nyugdíjat. A sokak Magyarországa tisztességes nyugdíjemelési szabályokat vezette. Van, aki kampányfilmmel, van, aki személyes találkozóval, de minden politikus a választások közelettével elkezdett ígérgetni a nyugdíjasoknak. Ha a rendszer egészének megreformálásáról óvatosan is beszélnek, emelést, kedvezményeket mindenki ígér. A 2,6 millió nyugdíjasból 1,2 milliónyian 100 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak. Nem beszélve egy nem is annyira szűk 100 ezeres körről, akik sokszor a 28 ezer forintos minimál nyugdíjat se kapják meg. Ülésre igyekszünk a stábbal egy őstermelőhöz, aki több mint 40 év szolgálati viszony után szembesült a nyugdíjával. Tiszteletem! Jó napot kívánok! Jó napot ez itt a... Igen. Önbirodalma? Igen, hát végül is egy része. Dudás János mindig is a földeken dolgozott. Volt idénymunkás és évtizedek óta őstermelő. Hát főleg itt a tanya körül szinte kabakosok vannak, főzőtök, sütőtök, halloweentök, japántök. János bácsi a Ratkó korszak gyermeke, vagyis abban a pár évben született, amikor tilos volt az abortusz és szigorú születésszabályozás volt Magyarországon. 1949-től 52-ig tartott a Ratkó Anna népjóléti miniszter nevéhez kötött korszak. Abban a pár évben sokkal többen születtek, és ők mind most mennek nyugdíjba. A Ratkó annyiból érdekes, hogy kimegy egy 200 ezer, 220 ezer éve született. Hogy ez miért baj, arról már Simonovics András nyugdíjszakértővel beszéltem. Nagyon nagy megpróbáltatást jelent, mert ugye azt jelenti, hogy kevesebb befizető van és több kedvezményezett. Na de vissza János bácsihoz, már a konyhában beszélgetünk. Előkeresik a számlákat, amiből gyorsan kiderül, hogy csak rezsire a nyugdíjuk sokszorosát fizetik. Mert hogy se ő, se a felesége nincs könnyű helyzetben. 42 év 241 nap, tehát inkább több mint 42 és fél év, és ebből ugye figyelembe lehetett venni, valami oknál fogva, ugye ezt én nem értem, de nyilván megvan ennek a miértje, hogy miért csak 30... Itt 34 igen, 34 év 357 napot. Tehát minimál nyugdíjat kap. Igen, igen. Ami 20... 28.500 forint volt, tavaly az idején 29.050, mert már emeltek. Uh-huh. Mindig járulékot fizettünk. Nyilván ez nem érte el soha a mindenkori minimál bér utáni vállalkozói járulék tömeget. Uh-huh. Ezt nem érte el. Őstermelőként a jelenlegi konstrukció, ami van az őstermelői járulék rendszerben, az 2007-től vezették be, ami az árbevétel x százalékának x százaléka. Én megpróbáltam többet fizetni, és nem sikerült. Mire elég ez a 28.500, vagy most már 29.000 forint? Hát gyakorlatilag úgymond, ha semmi egyébből nem lenne bevételünk, ezt jelenti, hogy nem bírnánk egyáltalán dolgozni, akkor mondjuk úgy sóra paprikára. A felesége is nyugdíjban van? Pillanatnyilag ő olyan helyzetben van, hogy semmilyen nyugdíj típusú ellátásban soha nem fog részesülni.
János bácsi az átjött a szomszéd őstermelő is megmutatni a dokumentumokat, de szerepelni nem akart, csak a papírjait mutatta meg. Ő 18 ezer forintot kap, vagyis a minimál nyugdíjat sem. Minimum 100 ezeren járnak hasonló cipőben. Őstermelők, akik mostanság mennek nyugdíjba. Jó részt ezzel kell, hogy számoljanak. De még az is ezzel számol, akinek van 5 éve a nyugdíjig. Lesz nyugdíja? Mit gondol? Hogyha dolgozok 70 éves koromig, összeszedek egy pár milliót, akkor annak lesz kamat. Ja, így. De akkor nem az államtól lesz nyugdíja. Hát a minimális annyit. Nem foglalkozok vele. És hogy miért van az, hogy sokan még 29 ezer forintot sem kapnak? A nyugdíj minimum rendszer nem teszi lehetővé, hogy valaki nagyobb nyugdíjat kapjon, mint ami a nyugdíj megállapítás alapjául szolgáló nettó keresete volt. Tehát ha valakinek hiába van, mondjuk 20 ezer forint jön most ki, az 20 ezer forintot kap, és hiába van neki 28.500-as minimum, tehát ez is egy komplexebb probléma. A piacon több nyugdíjassal beszélgettem. Mindenki a sokszorosát kapja, mint János bácsi, de a fővárosban 80 vagy akár 100 ezer forintból se könnyű kijönni. Kifizeti az ember a rezsit, gyógyszerekölt, ugye az most elég sokat idősebb korban, úgyhogy erre elég. Ja, ahhoz, hogy ilyen halljunk, az sok. Az, hogy normál esélyünk, az kevés. Hónap végére már nincsen. Hány évig tetszett dolgozni? 34. És megkérdezhetem, hogy mennyi a nyugdíja? Hát most lett 80 ezer. Tehát ha nő a kivándorlás, és nem kezdünk el gondolkodni a bevándorlásról, akkor itt 10-20 év múlva nagyon súlyos helyzet fog előállni. A nagyon súlyos helyzet az mit jelent? Nem lesz hát elég forrás a nyugdíj kifizetésére? Hát nem lesz elég forrás a nyugdíj kifizetésére, tehát vagy csökkenteni kell abszolút értékben a nyugdíjakat, tehát mai szinten gondolkozva, a 120 ezer forintos nyugdíjat le kell vinni 110 ezerre, majd 100 ezerre. A szakértő drámai képének és az általa megfogalmazott drasztikus és hosszú távú elképzeléseknek nyoma nincs a pártok programjaiban. Végignéztem, ki mit ígér a programjában. Nem volt egyszerű dolgom, mert kész, kidolgozott választási programja nem sok pártnak van. Így sokszor nyilatkozatokra kellett támaszkodnom. Én javaslom, hogy fontoljuk meg, hogy az idén ugyanúgy, mint tavaly, karácsony előtt menjen ki egy 10 000 forint értékű Erzsébet utalvány. És akkor ez az, ami tavaly is megvolt, és akkor most jutottunk egy harmadik dologhoz, ez a nyugdíjprémium. A Fidesznek semmilyen leírt nyugdíjprogramját nem találni, úgyhogy az eddigi intézkedésekből és nyilatkozatokból lehet csak következtetni. Több lépcsős nyugdíjkorhatáremelést vezettek be, 2022-re eléri a 65 évet. A nyugdíjak reál értékét tartják, vagyis infláció követő az emelés. Idén először nyugdíjprémiumot is fizetnek. Bevezették a nők 40-et, de a férfiaknak ugyanezt nem engedik. A nyilatkozatokból az olvasható ki, hogy míg a nőknél a nyugdíj, addig a férfiaknál a minél tovább tartó munka jelenti a Fidesz szerint a megbecsülést. Az egyik első intézkedése volt a Fidesznek a magánnyugdíj pénztári vagyon államosítása 3000 milliárd forinté. Aki a magánnyugdíj pénztárból visszajön az állami rendszerbe, azok számára már rögtön nyitunk egy olyan egyéni számlát, ahol nyilván van tartva. Egyéni számla azóta sincs, sőt, mostanra elismerték, soha nem is lesz. A Jobbik egyik ígérete, hogy bevezetnék az egyéni számlát. Emellett ők egyenesen eltörölnék a nyugdíjkorhatárt a férfi 40 bevezetésével, és visszaállítanák a nyugdíjplafont, vagyis nem adnának milliós nyugdíjat senkinek. Na de akkor nézzük azokat, akiknek van leírt nyugdíjprogramjuk. A DK visszahozná a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét, a mostani 28-ról 50 ezerre emelné a minimál nyugdíjat, és visszaállítaná a két pilléres nyugdíjrendszert. A Momentum a statisztikákhoz, vagyis a várható élettartamhoz igazítaná 5 évenként a nyugdíjkorhatárt, szintén emelné a minimál nyugdíjat, és ösztönözné az öngondoskodást.
Mi azzal a javaslattal fogunk élni, hogy aki betöltötte a 60. életévét, és több mint 40 év szolgálati időt szerzett, és nem talál magának munkát a munkaerőpiacon, akkor őneki legyen lehetősége elmenni nyugdíjba, akkor is, hogyha mondjuk 63 éves. A szocialisták tehát szintén a rugalmas nyugdíjba vonulást támogatják, és újra bevezetnék a 13. havi nyugdíjat. A széltervben nincs szó a nyugdíjasokról, de korábban az LMP is több ígéretet tett, többek közt, hogy visszaállítanák a korkedvezményes nyugdíjat, és hogy emelnék a nyugdíjminimumot. A pártok után nézzük, mit mond a szakértő, mivel érhető el, hogy a nyugdíjasok is jól járjanak, vagy legalább ne rosszul, és mi kell ahhoz, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a nyugdíjrendszer. Simonovics szerint a Nők 40 programot azonnal meg kell szüntetni, még ha az politikailag nagyon nehéz döntés is. Szükség lenne több bevándorlóra, enélkül nem fog menni. De hát ez most szitokszó. Ez szitokszó, igen, hát szembe kell menni a szitkokat. Én több mint 10 éve előtakarékoskodom a nyugdíjamra, szakértők szerint ez talán megoldást jelent a majdani nyugdíjamra, így reménykedhetek valamennyiben. Azt mondják, hogy ha a középkorúak úgy 20-30 ezer forintot havonta félretesznek, akkor lesz nyugdíjuk. Anélkül viszont nyilván csak az segítene, hogyha merne bárki is hozzányúlni a nyugdíjrendszerhez, ami nyilván bonyolult kérdés, és nem csak Magyarországot, egész Európát érinti, hiszen egyre előregedő társadalmak élünk, vagyis egyre kevesebb a járulékfizető és egyre több a nyugdíjas. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, hallelujah és shalom! Thank you.